Az Iváncsik névnél semmi nem hangzik jobban, ha győri férfi kézilabdáról beszélünk. A világválogatott EHF kupa győztes és több olimpiát is megjárt édesapához Iváncsik Mihályhoz, a 80-as, 90-es évek Cunder királyának klasszisához, az utódok is felnőttek. A legkisebb fiú, Ádám is kézilabdázott az élvonalban, a legidősebb testvér Gergő és a középső fiú Tamás pedig legendás játékossá vált. Iváncsik Tamás 14 évvel azután, hogy nevelőegyesületéből az Etóból elindult, hogy a világ legjobbjai között bizonyítson, visszatér és újra a zöldfehérek játékosa lesz. Több külföldi ajánlatom volt, és mindegyik egy évre szólt, és hát nyilván szem előtt kellett tartanom a kislányom érdekét, és ugye jövőre ő iskolás lesz, és most vagy felpakolom a családot, és kimegyünk egy évre még játszani, vagy pedig hazajövünk, és elvállalom azt a biztos munkát, amit ugye a szövetség is ajánlott, úgyhogy inkább ezt választottam. Iváncsik Tamás hosszú profi pályafutást tudhat maga mögött. Az ETO után Tatabányán és Dunaújvárosban játszott, legnagyobb sikereit pedig Veszprémben ért el. Hétszer lett magyar bajnok, nyerte EHF kupát, megválasztották az játékosának pályára lépett a bajnokok ligája négyes döntőjében, a válogatottal pedig részt vett EB-ken és világbajnokságokon. Legutóbb Norvégiában légióskodott, ahol bajnoki címet szerzett. Győrben is nagy tervei vannak, szeretné, ha segítségével a győri férfi kézlabda visszakerülne az őt megillető helyre, mindezért az utánpótlás nevelésben és a pályán is sokat tehet. Apuek idejében az a nagy csapat ami volt, ugye az ETO óriási múlttal rendelkezik, és tényleg szeretnénk azt itt elérni a közeljövőben, hogy, hogy a csapat a méltó helyére kerüljön. Remélem, hogy ennek én is részese leszek, és nyilván próbálok segíteni a csapatnak minél hamarabb elérni ezt a célt. Iváncsik Tamást az Eto és a család is győrhöz köti. Akkor is gyakran jött haza, ha külföldön élt, volt, hogy a zöldfehérekkel is edzett, így a játékos keret nem volt ismeretlen számára. Mindig is biztosították számomra az edzés lehetőségét, amikor hamarabb hazaérkeztem Norvégiából, és volt egy ilyen pár hét szünetem, hogy lejártam a fiúkhoz, de nagyon pozitívan fogadtak, nagyon tehetséges fiatal játékosaink vannak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha ezt összegyúrjuk, akkor, akkor jól is elsülhet ez a dolog. Iváncsik Tamás személyében tehát világklasszist és példaképet igazolt az agrofiretós esze, a szélső akár már a hétvégi hazai bajnokin bemutatkozhat nevelő egyesülete színeiben.